Tisztelettel köszöntöm Önöket a már megszokott felületen. A mai reggelre megindult a vonatpótló autóbuszok közlekedése. Én magam több alkalommal jártam az Aljuk utca, Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél, a két busz megállónál, ahol azt tapasztaltam, hogy némi zökkenő olyan, de rendben tudtak közlekedni az utasok. Érdekes módon igyekeztünk minél nagyobb hírt kelteni, és nem csak mi, hanem hogy a Mávstart is a mai napot illetően, és mégis voltak olyan utazótársak, akik a vasútállomásra mentek le, és ott keresték a vonatot, és meglepődve tapasztalták, hogy nem ott jön a vonat, vagy egyetlen nem jön a vonat. Azt kell, hogy mondjam, hogy átmentünk Pécerre, és ott is azt tapasztaltuk, hogy zavartalan az emberek közlekedése. Természetesen egész héten folyamatosan fogjuk figyelemmel kísérni az eseményeket. Az utastársakkal beszélgetve két dolog merült föl, hogy miért is ment ilyen problémamentesen. Várnál is sokkal könnyebben. Az egyik, azt a visszajelzést kaptuk, hogy lényegesen kevesebben vannak a buszmegállók, tehát ismerős arcok nem voltak ott, akik egy-egy járatnál évek óta együtt közlekedtek, és ez annak lett a következménye, hogy nagyon sokan autóba ültek, illetve itt az öreg városrésznél lényegesen többen szálltak fel a volánbusz Dán és az Budapest által közlekedett vonalára. Én magam is azt tapasztaltam, amikor idejöttem a hivatalba, hogy bizony itt 10-15 fővel minden egyes járatnál többen vannak. Nos, hát én azt gondolom, hogy a kezdet az biztató, és bízom benne, hogy ezt a most megkezdődött és előttünk álló 10-11 hónapot nem kis önfegyelemmel, nem kis türelemmel, de majd át fogjuk vészelni. Köszönöm szépen, remélem, hogy a következő bejelentkezésnél, ami vasútról szól, már az építkezésre tudok önöknek beszámolni. Köszönöm, hogy meghallgattak.